Igen, ez nem egy kifejezetten erre létrejött közösség, ez szerintem csak egy jó példája egy közösségnek, ahol amúgy nagyon szeretnivaló dolgok vannak, amik ilyen témában fontosak. De ez igazából már egy nagyon régi kezdeményezés. Szerintem most lesz 90 éves néhány év múlva, hogy ez egy nyaraló teleporányban, ami létezik, és ezt az akkori baloldali mozgalmi ifjak hozták tulajdonképpen létre. Régen egy ilyen kis táborozóhely volt csak, és aztán fokozatosan intézményesedett, és ma egy ilyen néhány hektáros, azt mondom, 10 hektáros enklávé tulajdonképpen egy terület, ami kerítésre van körbevéve, de belül nincsenek kerítések, van 150 ház és 150 család, akik nyaranta ott együtt nyaralnak. És amilyen nagyon sokat változott ahhoz képest, hogy milyen volt, de ami szerintem ma is nagyon értékelendő benne az az, hogy jól működik közösségként, és hogy nagyon sok ilyen, hát hogy is mondjam, nagyon sok olyan dolog van, amit közösen használunk. Tehát ez ami Amerikában a fúró, hogy minden családnak van egy, és mindenki 8 percig használja, itt jó példák vannak erre, hogy ez nincsen. Vagy hogy lehet másként. Van például ezen a területen egy játszótér, amit mindenki használ, és ez a közösségi térnek egy szintere, és ez megint teljesen banális példa, de nézzük meg, hogy hány kertben vannak otthon ilyen ócska műanyag csúszdák, meg hinták, meg mit tudom én mit. Tehát, hogy a játszótér ez egy közösségi hely volt régen, elég volt egy nagyon sok házra, és az lehetett jó, és most meg ebben az individualizált, izolált társadalomban mindenkinek van kvázi egy játszótere a kertjében. Ez nem feltétlen könnyű ennek a létrehozása, vagy a szabályozása ezeknek a közösségeknek, sőt, nagyon nehéz szerintem. Amúgy biztos, hogy a mai világ is ilyen kis közösség, tehát hogy tudjuk, hogy ilyen közösségekből indult el, és fokozatosan épült, és nagyobbodott, és bonyolódott, és tudom én, és ezt az utat mi is bejárjuk.